Na sziasztok srácok, én Martin vagyok, és itt vagyok az első Pack Opening-el. Úgy értem, az első Global Tour eventes Pack Opening-el. Ismét itt vagyok az egyik nézőm akkuntján, megkérte, hogy nyissam ki neki a pekeket, úgyhogy gyűjtött pekeket, és van 45 darab, 4 darab ilyen meccset unlockolt, és mindegyikből van 10 darab ilyen pek, illetve van 5 darab ilyen 75k-s pek is, úgyhogy ezeket fogom most kinyitni neki, és kíváncsi leszek, hogy fog-e valamiket adni. Remélem, hogy fog, és én azt mondom, hogy nézzük is a 75k-s pekkel először, bár a saját akkuntomon nem jártam velük sikerrel, de nézzük, hogy most nála sikerre járunk. Hát az első pekben semmi nem volt, úgyhogy menjünk is a következőre. Open pek. És nézzük most ezt a felét először. Jó, és a másik fele. Negrédó. Van egy átigazolt 80-as Negrédó. Hát, megvan az első elit legalább. Következő pack. Nézzünk megint egy reveal-ot. És... megint semmi. Nem tudom, mostanában ezek a packek nem adnak senkinek semmit. Szerintem valamit csinált fel az EA, és Saul, kaptunk még egy elit játékost, meg egy szuvenírt is, és ott egy DR, 90-es DR, na. Pont most akartam mondani, hogy levették a játékos esélyt egy ilyen, hát egy minimum felére csökkentették, na. De most kaptunk egy DR-t. Nem hiszem, hogy érne és túl sokat, de hát legalább kaptunk egy játékost, és egy DR-ra. Nem is rossz. Még egy elit játékos legalább. Jó. És akkor most van 40 darab packünk, 10 darab van mindegyik meccsből, úgyhogy menjünk sorba, nézzük a Real Barszás match packet. Az első egy szuvenír. Nem tudom, hogy áll a szuvenírekkel, de minden esetre nem rossz. 7500 coins, ami szintén nem rossz, mert nagyjából 2000-2500 coinsokat szokott csak dobálni, és még most egy 5000-est is kap. Nem rossz, nem rossz. Következő packben 7500, na, durva. Nagyon nagy a coinsokat most az IE, és itt egy 2000-es. Játékos még nem adott, pedig őket kéne, hogy adja leginkább 2500 coins, vagy esetleg még a szuvenír, ami szóba jöhet, tehát player vagy szuvenír, és... 5 darab szuvenírja van valószínűleg, most már 7, ugyebár következő packben 7500 coins megint, véletlen gyorsan elnyomtam, de láttuk, az a lényeg. Na, utolsó előtt, hogyha jól láttam, 5000 coins, és az utolsó packben nézzük meg, hogy mi van. Benzene! Na, egy játékost is kaptunk. Nagyon jó, eddig nagyon jó ez a pack, én azt mondom. Eléggé sikeres. Na, Manchester City Tottenham match packek jönnek, ebből is van 10 darab, és az elsőben egy 15000-es token. Te jó Isten! Na, hát elég szerencsések vagyunk most, azt kell, hogy mondjam, rengeteg pénzt fog kapni a tulajdonosa az akkunnak, ennek szerintem ő is örülni fog. Előbb is egy 5000 coinsos quicksell, 7500, hát mi az Isten van? Mi az Isten van? Adjám a quicksell-eket. 2000, na remélem, hogy ezekből is fog adni minimum egy játékost. 15000 már megint, mi van? Mi van? Nagy a peklek, csak nem játékosokkal, hanem quicksell-el. Na, utolsó 4 jön, nézzük, hát bead egy játékost és egy szuvenír token. Utolsó 3 pack. Ebbe is egy szuvenír token van. Következő, utolsó előtti, hát ha megint beadja a játékost az utolsó packben, vagy itt, nem, még egy szuvenír. Egymás után 3 szuvenír. Na most jön a játékos, gyerekek, most jön a játékos. Nézzük. Nem, még egy szuvenír. Egymás után adott 4 darab szuvenírt. Mi az Isten? Na, most jönnek a Juventus-Rómás packek, azok az én kedvenceim egyébként, már kétszer kaptam belőlük Manolast, ami nagyon durva, mert ugye ő a legdrágább játékos az eventben. Úgyhogy, ja.
Ezeket a pekeket nagyon szeretem. 7500 coins. Hát neki is bead manolászt. 2-3-at. Nézzük. 2000. Még csak egy játékos jött 20-20 pár pekből. Hát adhatna azért még. Egyébként egy Sunnit kaptunk az előbb, nem úgy nem láttátok volna. 2000 coins. Nem úgy néz ki, hogy nagyon akarna játékost adni. Souvenir. Következő packben 2500 coins. Utolsó 3 darab Juventusos pack jön. Azért remélem, hogy fogadna egy manolást minimum. Még egy souvenir. Hát jól van. A következő packben 2000 coins. És az utolsó darab jön. Nem, a játékosokat most nem nagyon ad. És 2000 coins. És az utolsó 10 darab packhez érkeztünk, ami a Real Manchester United-os matchpack. Úgyhogy akkor nyissuk is ki az utolsó 10-et. Hát, ha ezekből már fogadni játékost, játékosokat, 2000 coins. És 2500 coins. Következő pack 2500. És souvenir. Ó, 46/60. Akkor még 3 darab souvenir valószínűleg, és kijönne az a pack. Viszont nem nagyon ad szuvenírt most. Hát biztos, hogy nem ad úgy, mint a Manchester City-snél, viszont van még egy szuvenír, még 2 darab kéne, és mi, na, 1 darab szuvenír kéne, 2 darab packből, hát ha van esély rá, és 7500 coins, az nem rossz, utolsó pack, hát ha most beadja a szuvenírt, és akkor nem. Nem adja be. 2500. Akkor nézzük meg, hogy hogyan is állunk a szuvenírekkel. Itt 7 darabban. Itt 4. És a Real Manchester United-os match player kis jött. Igen. Még bronz quicksilverekkel is kijött. Úgyhogy mondta is a tulajdonosa az akkunnak, hogy ha kijön, akkor nyissam ki. Úgyhogy nézzük is meg, így a videó végére kapunk egy játékos, de itt 3, 2, 1, és Asensio. Így, hát nem a legjobb sajnos, Asensio. Azt hiszem ő 100 000 körül megy, sőt még annyi sem. Van. Ja, hogy ő már kirakta a plant? Ja, ő kirakta a plant. Hát igen. Itt Lukaku lett volna jó. Kirakta a plant. Akkor a 96-ost eladta. Na mindegy. A lényeg, hogy szereztünk rengeteg Quixel coins-t. Nézzük is meg, hogy így nagyobbakkal mennyit szereztünk. Nem tudom, hogy el akarja adni, hát nyilván el fogja adni, de azért én nem szólok bele. Egyébként mi ez a sok játékos? Ez Trackbe plenbe, és hát a trófás plenekbe, és akkor váltsad be a bronz játékosokat. Na, 52.500 coins csak az első 5 darab ilyen tokenből, és még van itt 7.500-as, meg 5.000-es rengeteg. Úgyhogy azért, ja, eléggé sok Quixel token jött, ami jó is. Úgyhogy félig sikeresnek mondható ez a pack opening. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, és hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, illetve iratkozzatok fel. A saját akkuntomon is tervezek egy ilyen videót. Úgyhogy, hogyha eléri ez a videó 100 lájkot, akkor... jön is a másik rész. Na, sziasztok!